Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartunktól. Amen. Tégy, Uram, engem áldássá, veled úgy várom, tette a szívem áldássá, hogy neked szolgáljon. Várva küldesz ajkámról, zengjen az új élet. Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a hús élet. Tégy, Uram, engem testvérni, lelkedet úgy élem, tette a szívem tettészi, bízni a testvérben, sejteni enged, mit érez, boldog eszembe vég, vigy közelebb a testvérhez, népemet tepegé. Imádkozzunk! Mennek és földnek hatalmas királya, mindenek teremtője és megtartója. Tied a dicsőség, aki oly kegyelmesen megőriztél és felébresztettél bennünket erre a mai napra. Téged dicsőít minden teremtményed a tavaszi napsütésben, a virágok, az énekes madarak, és most a hallgatóság is. Hálásak vagyunk, amiért hívsz most is bennünket, akár jó, akár rossz lelki állapotban is, de itt vagyunk. Kérünk, hogy teremtő erődet éreztesd e pillanatban is lelkünkkel. Árazd ránk nyugalmadat és szent lelkedet. Nyisd meg fülünket és szívünket a te igét hallására és befogadására. Fiadért, a Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek, írva található a Lukács evangéliumának 24. fejezetében, az utolsó három versében, eképpen. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Amen. Egy találkozás első 8 másodperce, és az elválás utolsó pillanatai. Egy könyv első oldala és záró mondatai. Egy film vége happy end vagy sem. Meghatározó pillanatok. Szeretett testvéreim, Lukács evangéliuma a templomban kezdődik, és ott végződik. Azzal kezdődik, hogy Zakariás, a pap, megnémul a templomban, és azzal végződik, hogy a tanítványok gyülekezete, volt halászok, vámszedők, hangosan dicsérik Istent a templomban, Jézusért. Zakariás először hallotta meg, hogy Isten ígéretei teljesülni fognak, de nem hitt benne. A tanítványok először látták az ígéretek beteljesedését, a feltámadt urat, és eljutottak a Krisztusban való hitre. Az evangélium befejezése egészen rá van hangolva a bevezetésre. Mégsem visszatekint, hanem előre. Jézus nem hagyományos módon köszönt el, hanem áldással. Ez az egyetlen alkalom az evangéliumban, amikor Lukács külön megemlíti, hogy Jézus megáld. Miközben áldotta a tanítványait, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ő a földre áldást hozott, az áldást itt hagyta, és elment, hogy még nagyobb áldást küldjön nekünk. Azért megy el, hogy még közelebb legyen hozzánk, és lelke által olyan közösséget valósítson meg, melyben ő bennünk van, mi pedig ő benne.
Nehéz elsőre megérteni. Elmegy, és mégis nagyon közel lesz. Igen, hiszen eljön a Szentlélek. Az áldás azt is jelenti, hogy az elválás nem szünteti meg a közösséget az egymástól elválók között. Jézus Isten hatalmával és változatlan szeretetével kormányozza a világot. És ahogy a tanítványoknak, nekünk is ebben a változó világban kell bizonyságot tenni az ő változatlan szeretetéről. Mostanság kiemelkedő szerepet nyújt a kéz megmosása, fertőtlenítése. Jézus bizony sokszor adta kezét oda az embereknek. Péternek, mikor süllyedni kezdett, a leprásnak, mikor érintette, a gyermekeknek, amikor ölelték. És ki tudja, hogy hányszor nyújtotta már, és még hányszor fogja nekünk is. Áldó kezei szinte itt maradtak, amellyel felemel a mélyből a magasba, ami a megtartást és az életet jelenti a számunkra. Sokszor szomorkodunk, nem is sejtve a viszontlátás örömét, amikor el kell válni hozzánk nagyon közel álló emberektől határozatlan ideig. Reményik Sándorhoz hasonlóan mondjuk, viszontlátásra mondom és megyek, viszontlátásra holnap, vagy ha nem holnap, hát holnap után, vagy ha nem akkor, hát majd azután. De vidám viszontlátásra, mégis, mégis. A tanítványok nem összetörten távoznak a helyszínről, hanem óriási örömmel, a vidám viszontlátás reményében. Azért történt ez így, mert már tudták, olyan uruk van, akitől semmi sem választhatja el többé őket. Meg vagyok győződve, mondja Pál, hogy sem halál, sem élet nem választhat el Istennek szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogyha bár távol egymástól, de mégis a Szentlélek által egy közösségben lehettünk. Laborulunk, imádunk és dicsőítünk téged, ahogyan a templomban a tanítványok is tették. Kérünk, bocsáss meg, ha Zakariáshoz hasonlóan alig hisszük el ígéreteidet, vagy nem a te akaratodat cselekedjük. Bocsáss meg, amikor kételkedünk, nem fogadjuk el azt az áldó kezet, ami segíteni akar. Tégy, Urunk, bennünket áldássá, hogy ebben az időszakban tudjuk egymást segíteni, tudjunk rólad örömhírt zengeni, és ahogyan a tanítványoknak sikerült, úgy másoknak is sikerüljön eljutni a Krisztusban való hitre. Te add, hogy ez az időszak, amiben most vagyunk, akkor is úgy végződhessen, ahogyan azt te akarod, és hogy megtapasztalhassuk a vidám viszontlátás örömét. Áraszd ki mindenkire azt az áldó kezedet, amivel felemelsz a mélyből a magasba. Egyaránt betegre, egészségesre, idősre, fiatalra, munkába járóra, otthon dolgozóra, tanára, diákra és gyászoló testvérekre. Áldásoddal megyünk innen most el, s kérünk, hogy maradj mindig velünk, és te őrizd életünk minden nap. Egyszülött fiad nevében hallgass meg, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Készüljünk az áldás vételére a 261. dicsérettel. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viselt gondomat, vezér utamat, mert csak rád maradt.
A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat, Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.